Az MTTS 12. éve rendezi meg ezt a rendezvényt. Nagyon örülünk annak, hogy ilyen szép számmal jelen vesznek ezen az eseményen a résztvevők. Ugye a bőrze is, már én azt gondolom, hogy itt egy nagy élmény mindenkinek, de hát magát a versenyt várják a legtöbben a résztvevők közül. Bordányban mind az önkormányzat, mind a faluház próbál legalább olyan minimális segítséget megadni a rendezvények szervezéséhez, mint a hely biztosítása, vagy az olyan technikai feltételek, amelyek ezekhez a versenyekhez szükségesek. De hát a legfontosabb és az érdemi része az a szervezők munkáját dicséri. Én bízom abban, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan ez a rendezvény ugyanúgy, hogy a 12. éve megrendezésre kerül, a továbbiakban is megtartásra kerül, illetve hát bővülni fog ez a, akár mind a napok száma, mind a résztvevők számában az esemény. Településünk igyekszik arra is nagy figyelmet fordítani, hogy a civil szervezetek rendezvényeit ilyen minimális módon támogassa. Ezeket a rendezvényeket, ezekre a rendezvényekre lehetünk szerintünk büszkék, úgyhogy bízunk benne, hogy sikeres folytatása lesz ezeknek, és hát reméljük, hogy mondjuk a 25. ilyen rendezvényen is majd ilyen szémszámban tudunk találkozni.